Gábor vagyok, Izraelben, Jeruzsálemben állok, Dávid tornya előtt. Nagyon érdekes ez a helyszín, ugyanis itt történt a világtörténelem talán első hivatalosan dokumentált nemzetközi szexbotránya. Hogy mi történt itt? Dávid a történet szerint ott állt az egyik toronynak a tetején, és mit sem sejtve nézelődött, figyelte a szomszéd telkeket, és az egyik ilyen telken meglátott egy gyönyörű hölgyet, aki teljesen véletlenül éppen akkor fürdött a kert közepén. Becsabénak hívták ezt a hölgyet, és hát, hogy manapság az ilyen történetekből ki szokott derülni, ugye én ott sem voltam, én nem tettem semmit, egyszerűen csak megtörtént, én nem vagyok hibás az egészben, de a történet leírásában, ahogyan a történetíró megörökítette, nagyon érdekes, hogy rengeteg aktív cselekvést kifejező szó szerepel. Dávid nézelődött, meglátta, figyelte, odahívatta, aztán megtette, aztán elküldte, és ez még nem elég. A dolognak konkrét következménye lett, a mai kultúránkban úgy mondanánk, hogy két csíkot mutatott a terhességi teszt, aztán, hogy ezt a bal lépését eltussolja, még egy újabbat tett, ami ennél sokkal rosszabb és súlyosabb volt, megölette a hölgy férjét azért, hogy aztán feleségül vegye a hölgyet, és így a gyerek jogszerint is az övé lehessen. Hát nem akarom tovább részletezni a történetet, csak egy dologra kihegyezni. Ma olyan sok embertől hallom, hogy csak megtörtént, rosszkor voltam rossz helyen. De tudod mit? Ha nem akarsz az ördögtől vásárolni, akkor ne nézegesd a kirakatát. Dáviddal nem csak megesett, ő akarta, hogy megtörténjen. A történet minden pillanatában teljesen kontrollálta a helyzetet. Hát kontrolláljuk mi is a helyzetet, és hozzuk ki a legjobbat belőle. Ezt üzenem innen, Jeruzsálemből, Dávid tornyának árnyékában. Ott egy medence. De sehol egy fürdődő szomszédasszony. Szia! A teljes igazsághoz azért még egy dolgot el kell, hogy mondjak. Valószínűleg az a torony, amin én ott fönnálltam az imént és onnan a fotókat készítettem, nem Dávid idejéből, hanem sokkal későbbről, Heródes idejéből származik. Dávid idejében valahol ott azok a romok mutatják, hogy hol lehettek az épületek. Ugye az évszázadok alatt azért minden sokkal lejjebb került az erózió folytán, az újabb építkezések folytán. De talán ez semmit nem változtat a történet tanulságán, a lényegén, azon, amit mi magunk is megtehetünk a saját házasságaink védelmében. Mihalec Gábor vagyok, Jeruzsálemből, és ne felejtsétek el, ha tetszenek a videóim, jutalmazzátok egy felemelt hüvelykújjal, és iratkozzatok fel a csatornámra. Itt né. Köszönöm, sziasztok!